A vászon titkon száz csodát színezve rejt magában. Ecsetvonásnyi árva csomban világzatában. A kék keret magába zár egy érdekes világot. Itt lélek festékkel takart szív tükörképét látok. A Fehérló közösségi ház kiállító termében várták az érdeklődőket péntek este, ahol Györkös Erzsébet, azaz Dudi képeivel ismerkedhetett meg közelebbről a közönség. A tárlatot Karcegi Endre nyitotta meg, aki elmondta, a mostani kiállítás két dologról szól. Egyrészt, hogy bemutassák Györkös Erzsébet képeit, másrészt pedig bizonyíték arra, hogy a mindennapok mellett, aki kicsit többet szeretne magának vagy másoknak nyújtani, az megtalálhatja azt az elfoglaltságot, ami kitölti az életét. Egy alkotó munka, akármilyen szinten csinálja valaki, az kitölti az életét, mindig valami kitűz szél maga elé, és azt el kell érni. Tehát nem ér rá megöregedni, csak fizikailag, de lelkileg nem, és az a legfontosabb. És nem, hát elhanyagolható az sem, hogy másoknak is esetleg örömet tud hozni. Szerezni, de azt hiszem nem az az elsődleges, hanem hogy saját magának saját magának egyfajta élményt tud nyújtani. A Színes Világom elnevezésű tárlaton új alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők, ugyanis a festő saját bevallása szerint próbál folyamatosan újítani, új technikákat kipróbálni. A kiállításon háromfajta technikával készült képek kaptak helyet, egyrészt azok az absztrakt képek, amik folyatásos technikával készültek, a tengerpartokat ábrázoló alkotások szikláit Dudi festőkéssel készítette, a főként virágokat megjelenítő képeken különböző színeket vitt fel a vászonra az alkotásokat, ezekbe kaparta bele a mintákat. Ezeket soha nem gondolom el előre. Tehát ez úgy kezdődik, hogy valamit akarok csinálni. Tehát van egy késztetésem rá, és akkor elkezdem a színeket felrakni egymás mellé. És akkor úgy folyamatában jönnek a gondolatok, hogy ide mit kéne, vagy esetleg rárakni valamit az alapra még előtte, és akkor azt utána színezgetni. Tehát inkább itt a színek, amik a hangulatot adják ennél a képnél. Györkös Erzsébet Dudi Színes Világom című kiállítása egészen március 31-ig tekinthető meg a Fehérló Közösségi Házban, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.